Na kellemes délutánt kipihented magad? Ó, természetesen nem. <laughs> Na, de te kipihented de magad, aki most már maratoni órák óta nem alszik, nyilván te sem. Hát, én most épp azon gondolkoztam, hogy lehet, hogyha menet közben sokáig nem beszélek, akkor, akkor ordíts egy nagyot bele a mikrofonba, hogy fölébredjek, mert borzasztóan ragad le a szemem. Jó, jó. <coughs> Így fogok tenni. Jaj, de izgalmas nap volt ez a mai akkor spontán ki -e térünk arra, hogy mi történt saját magunkkal a héten. Én elmondhatom, hogy mi történt vel ma írta, a, a, írtad a ízét, a peranyagot. Beadvány, peranyag, jó, nem tudom mi a neve ennek. Nyilatkozat, hogyha itt most a pont a nefi papírja van a kezemben. Én egyébként azt a felső részt, amiben, amit elkezdtél olvasni, azt kihagynám belőle. Ott, hogy, tehát, hogy te felolvasnád, csak ö, azt egy másik papírot, tehát ne, ne, ne úgy add be. Ja nem, két, 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 pakkal mentem, az egyik az nekem föl volt címkézve, hogy ilyen kis utasításokkal, meg forgatókönyvi dolgokkal, meg a bíróság különféle megszólításaival, adott kérdésfeltevéssel, ilyesmivel. A másik meg a beadandó anyag volt, ami nyilván nem ilyen párbeszédes, és nem ilyen itt állj meg, és várj, tarts hatásszünetet, tehát azokból ez természetesen ilyen. Igen, vagy nagy piros betűke, hatásszünet, aláhúzás sárga vagy mit ilyen, Ilyen kommentek nem lesznek benne a beadandóba, hogy nézd alperes fejét, ahogy lilul <laughs> ne neves. <laughs> igen. Jaj. Na hát mindegy, nagyrészt ezzel telt a, a heted, nekem meg, hát nekem meg a milliárd élettel, de akkor tényleg csapjunk át a, a pörre, mert hogy az, az volt a, a szignifikáns, ugye? nekem már reggel borult az egész napi rendem, mert hazajöttem volna pár óra alvás, és aztán ott nálad lerakom az autót, aztán bemegyünk trollival. Na, ehelyett kedves kollégám nem tudta, hogy ő jön dolgozni, úgyhogy hét helyett, három négyet, kilenckor léptem ki a munkahelyről reggel. Rohanás haza, zuhanyzás irány hozzád, ott fölkaptalak, láttad? Volt parkolóm? Best volt, osz. abszolút, tök jó helyen, teljesen. Az más kérdés, hogy én így beálltam nagyjából középre a kereszt túloldalára egy árgyékba, úgyhogy én meg már tök messze vártalak. <laughs> Se baj. De sikerült helyet találnod, ez dicséretes volt, ja. És karma, te... ennyi, karma. Ezt tudod, minek volt a karmája? Ez a cicás póló otthonhagyásának volt a karmája. Mert hogy nem, nem volt. Nem volt Christiano macskás póló, sőt, valaki azt mondta, hogy akkor, ha nem, nem macskás, akkor rasztás lesz, de rasztás pólósa volt. Úgyhogy... Én gondolkoztam rajta, hogy az ingolá fölveszek, így szerencsét hozó talizmánnak egy ilyet, de, de 40 fok van, úgyhogy így is majd meghaltam az ingbe és az akóba. Úgyhogy nem elvetettem, nem egyáltalán nem volt nálam cicás póló de jó pofa volt, odafele is beszélgettünk a, az autóban egy live keretében, akkor még hogy mire számítunk, aztán visszafele a benyomásainkat, de akkor kezdjük az elején, elindultunk, és megérkeztünk, és találkoztunk ott, nem egy csomóval, de jó pár, jó pár gőzlérrel. Bizony, bizony, bizony. Nagyon-nagyon jó volt, és aztán még szállingóztak is, szállingóztatok is. Nekem elképesztően jól esett, hogy eljöttetek, és adtátok ott az erkölcsi támogatást. Igen. És jöttek Pécsről is, zárója bezárva. Hát igen, igen. Fater egészen Pécsről gurult föl idáig. Igen. És aki nem nézte volna meg a live-ot, az Na, sok minden konkrétumot azért nem szeretnénk mondani, mert az oroszok már a spájzban vannak, itt még a falnak is füle van, és még egy csomó ilyen lózongot tudnánk mondani. Na, de olyan dolgokat találtunk abban, amit benyújtottak a bíróságra, hogy hogy azt nem szeretnénk saját magunk ellen kijátszani. Tehát inkább csak nagy vonalakban beszélnénk az egészről, de volt egy, egy, Krisztián gyönyörű íve volt ennek az egésznek. Attól függetlenül... Hogy... Közbe szúrnék egyet majd. Mondjad. Csak mond, befejezd be, mert el ne felejtsd a, amit végül a Ö, Én végül. már rá akartam térni, hogy amikor. Tehát az, hogy baromi nehezen találtuk meg, az egy dolog. Az, hogy bombának nézték nekem a vezeték nélküli mikrofonom adóját, vevőjét, mert ölöm van benne, az egy dolog. Tehát a, a, a csuklópántot ne vegyem le, mert az nem is számít. De az, hogy a táskámban van 8 ceruza elem, aksi, amit valami készülékben van, de azt nem láttad, tehát így kivettem, mondom, ez egy vezeték nélküli mikrofonnak az adója. Jó, jó. Hát ennyi erővel aztán tényleg bármi lehetett volna. Csak uh, alaposan igyekeztek végezni a munkájukat. És tudod, mit nem értek? Ezt a cetlit. Mi a faszomnak adják a bejáratnál, mikor kiáratna meg elveszik, tehát így, és akinek nincs cetli, az mi? nem megy ki többet? Mondjuk, ha szétizzadja nem, nem a tenyerébe, sem. akkor így, hát, ma pedig Nincs Cetli, akkor te nem mész ki? Uh... Lehet, hogy ők voltak a Cetli nélküliek, amikor kinéztünk az ablakon, és ott sétálgattak a sétálgatóba. Ú, uh, az nagyon durva volt, kinéztem ott a gangra, és ugye ez úgy van, hogy a Markó utca mellette a fegyintézet, közös a, az udvar. Hát, hogy ezeknek milyen szabadtéri fitness termük van, beszarsz? Hát, mint a sorozatokban, tényleg basszus. Ne, udvar, fönt ugye ilyen rácsos hálóval lefedve, hogy azért érezzék. Igen. De hogy volt az a, az, a, az a nagyon pici kapus foci pálya, mellette ilyen szabadtéri edzőterem, mindenféle gépekkel, hát mondom, betolyog. Milyen jó dolguk van. Hát meg biztos jár még a színes tévé, meg a bidé, a Bidea vízöblítéses WC mellett. Tehát nem kell panaszkodni. IPM a... a... magazin, előfizetve, amit akarsz, minden van. A galaxis a... együtt, igen. Igen, igen, igen. Ö... És én akkor itt ráfűznék már arra, amikor beszállingózunk a terembe, tehát hogyha dramaturgiailag előtte való gondolatod van, akkor az... Most a meta gondolatom van, hogy mondtad, hogy nagyon részletekben menően nem megyünk bele. Igazából akár részletekben menően is belemehetünk, mert 15 napon belül ezt nekem írásban be kell nyújtanom, és aztán erre fognak reagálni. Tehát nem nagyon tudunk olyan dolgot mondani, ami, amivel patront lőnénk el fölöslegesen. Nyilvánvalóan nagyon száraz dolgokban nem fogok belemenni, de, de hogy nagyon nem kell vigyáznunk most arra, hogy mit mondunk, mert... Én azért gondoltam csak, hogy egy, hogy, hogy ülepedjen bennünk, hogy mit mondhatunk, mit nem mondhatunk, kettő, ja. Lehet, hogy Fifika is rá akarna fűzni jövő héten. Jó, 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 jó. Tehát mert hogy ugye ma Fifika nélkül vagyunk, mert ő kiküldetésben jár Dortmundban. Nem úgy tudom, hogy... arra emlékszel-e, hogy beígért nekünk Dortmundra jegyeket, aztán ez lett belőle. Na, ezt csak úgy mondom hát, neked, hogy... Igen, egy kicsit keresztbe szerveződtek itt a dolgok. Fifika azt kérte egyébként, hogy szokás szerint szerdán tartsuk meg az adást, mert hogy ő csütörtökön nem lesz, viszont nekem a perrekészülés miatt ez közel lehetetlen volt, úgyhogy aztán í így most miattam fifikamentesen tartjuk ezt a napot így csütörtökön. Ja, úgyhogy dobjátok Krisztiánt a padlóla, de dúlván. Dúlván, igen. Az Toba barátom is tiszteletét tette a, a, a peren, aki ugye azért már nem kevés közérdekű adatigénylésen és közérdekű adatigénylési peren van túl. Mondhatjuk azt igazából, hogy szak, ha nem is szakmai érdeklődésből, de, de mind adatigénylés, mint közös hobbi iránt való érdeklődésből eljött megnézni, hogy mi van egy ilyen típusú tárgyaláson, és ő, ő írta az esemény aláma azt a kommentet, amit én el, el is szégyeltem magam, hogy ez a szó nekem nem jutott eszembe, hogy közzön az igazság. Az ő volt. Aha. Az ő volt, igen. Akkor ő az adatigénylések dolyenje mert hogy ő, ő már unalomból ő is, is csak úgy, van egy fél óra, mit csinálják? Igénylek valami adatot. Pff, bármit. Na szóval ott tartottunk, hogy megérkeztünk, nagy nehezen megtaláltuk a termet, mert ilyen nagy folyosó jobbra, balra, 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 körbejártuk az egészet, 317 még csak hírből sem volt, hanem 309, 302. Ő mondom időfodor. Vagy mi a túró? Nem, 300, 18, és utána 302. És aztán Jó. mondták, hogy itt egy kis folyosó, ott bemenni, de tulajdonképpen a másik oldalról menjünk, mert arról közelebb van, és akkor az új... Oh. És aztán kiderült, hogy tulajdonképpen a liftnél, hogyha nem balra megyünk, hanem jobbra, akkor egy jobbra, egy balra, és ott vagyunk. Na mindegy. Krisztiánt felszereltük a csiptetős mikrofonnal, beizzítottam a, a térmikrofont, hogy majd, ha azt mondják, hogy már pedig lehet, akkor már csak egy rekordgombot kell ilyen nyomni. De ah, bementünk, és, és, az a bíró, az a tudod, ez a 46 ezredik pere volt, gondolom, és, és nem ez a hát hallgatóknak, akik még nem jártak ilyenen, ott nincs már ez a kis gépíró lány, hanem földiktálja a bíró szöveget egy diktafonra, és akkor az gépeli majd le valamikor a, 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 gépíró, és akkor ő azt, azt ilyen monoton hangon, mint ahogy én most beszélek körülbelül, és azt mondom, hogy vesző, és utána mondom tovább, kettős pont, új bekezdés, Pivko Krisztián leült az asztalhoz, pont, új bekezdés, Charlie közben a széknél ült, vesző, és le akart feküdni, de nem engedtem neki felkiáltója, csak ő ezt sokkal gyorsabban mondja. És akkor így megállít, elindít, megállít, elindít, mint a géppuska kezület volna a figura, és nem volt ott alperes. És akkor, akkor ugye úgy éreztük egy kicsit, hogy annyira jelentéktelen porszemek vagyunk a gépezetben, hogy még csak az alperes sem jelenik meg. De... Nem kell neki egyébként. Persze, persze. Tehát akár írásban is nyilatkozhat. Igen. De aztán én, nekem elkezdett a szívem mosolyogni, mint mikor uh, az első óráról elkésik a diák, és már javában beszél. Én, tehát én már ott voltam, hogy Krisztián, mondjad már, hogy használhatod-e, mondjad már, hogy használhatod -e, és már jegyzőkönyve vették, hogy Alperes részéről nem uh, képviseli senki, és akkor így kinyitja az ajtót, ott a talárba áll a figura, elnézés, 11.30-as, hát igen, de van belőle több, hogy melyik, és akkor mondja, hogy mi, igen, ez az. Leült, és akkor látszott a bíró fején az a, na, Megjött a késői diák. És és akkor. Megint a vész. Igen. A vész. Aha. Persze gondolhattam volna. Aha. A vész. Tudhattam volna. És és hogy is volt? Hogy is volt? És ja igen, akkor megint kezdődött és akkor te mondtad, hogy akkor most meg szeretnéd kérdezni, hogy Rögzítés és akkor. Hogy mit is mondott a figura? Mert ott fejére húztam volna a vödröt. Ö, valami olyasmit mondott, de majd megkapjuk a jegyzőkönyvet, hogy hát láthatóan a nyilvánosság nincs kizárva, úgyhogy ő nem érzi indokoltnak, hogy még hangfelvétel is készüljön róla. A következőnél kérd jegyzőkönyve venni, hogy hogy a hazai uh, villanypáratársadalom, mint egy óvatos becslések szerint 200 ezer fő, és vagy nagyobb termet kérsz, vagy kéred, hogy a hangrögzítést engedélyezzék, mert elég szűkösen lennénk, és hamar elfogyna az oxigén. Úgyhogy ez egy ilyen vicces volt számomra, na mindegy. És aztán elkezdődött a dolog, és mondjad, Krisztián, hogy miért? Úgy, mi... úgy, úgy kezdődött el a dolog, hogy akkor e... Megjött Alperes nyilatkozata, egyébként kettő nappal ezelőtt, tehát tegnap előtt sikerült hát beadni. úgy mondta megjötted, a... hogy nem hozzád, hanem a bíró. Nem hozzám a bíróságra, igen. igen. Megkérdezte a bíró úr, hogy találkoztam-e vele, mondtam, hogy hát természetesen nem, most találkozom vele életemben először, úgyhogy akkor odaadta szépen nekem, hogy nézegessem. Nem, nem, te finoman mondtad, hogy... Akkor kérnék egy pár percet, hogy átolvassam. Bíró azt mondta, Igen, hogy igen, rendben igen. van. És akkor így, így mindenki, így nyugton ült. Krisztián olvasott. Mi, és megint mi jönnek, kopogtatnak. És abban a pillanatban így először egy fordít egyet a papíron. Így vár, fölnéz. Köszönöm, megismertem a dokumentumot. Folytathatjuk. És nem, ő, ő már csak a celebritásunk már azután jött, hogy, hogy le lett fixálva a vége, hogy, 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 mikor lesz folytatás, szerintem. Nem? Hú, erre most így nagyon konkrétan nem. Úgy, úgy, emlékszem, hogy akkor jött volna be, amikor én éppen olvasgattam valamit, mert fölnéztem. Azért nem emlékszünk, mert, mert akkor a celeb, akkor a akkor a celeb, hogy elvette az Magunk eszünket is. Igen. igen, igen. hát elaléltunk. Én majdnem elővettem a, a molinómat rajta a nevével, és azt lóbáltam volna. Mm, egyszer fölkacagott hang... Ja, igen, igen. Mert ugye egy apró porszem került a gépezetbe, hisz Krisztián nem az a... Most vesztette el a perszüzességét igazából, és nem tudta, hogy hány példányban kell benyújtani a... az általa elővezetett dolgokat, és hát elvitte egy olvasói példányt, meg egy benyújtandó példányt. Hát gyerekek, ez kevés. Három példány kell és ez nem olyan, hogy pillanatnyilag küldöm a telefonomról e-mailben, három példány kell nyomtatva. Ott nincs fénymásolás. Három példány ott legyen bizony. ott azonnal nyomtatva. És akkor már lehetett tudni, hogy hát akkor ez most semmi nem lesz, itt ezt el fogják napolni. Jó, basszus kulcs, el fogják napolni, de. Nagyon jó jött ki egyébként. Igen, nem majd szóval. ezt, ezt megideologizáljuk, hogy ez miért jó, és akkor nyílik az ajtó. Pff, És... Pff, pff. Igen, <laughs> Szabó család. Dadam, dadam, dadam. Várja? <laughs> az az, igen. És mellém ül egy öltönyös, kék öltönyös Fizikumát, szimpatikus. Fizikumát tekintve kicsit szikár, ám de szimpatikus, ö, nagyon szépen barnult, szerintem az Adrián, vagy esetleg valami még távolabbi, napsütötte tengerparton készül, hogy meg ne kapja a delhi a nap Novemberben. <laughs> Igen, kopasz volt. És úgy hívták, hogy. De milyen Tibor? Igen. És képzeljétek el, leült mellém. Azok bajna nem magam, így föl, fölnéztem, regisztráltam, hogy ő az, ha jól emlékszem, még köszöntem is, mert azért illedelmes ember vagyok, és a következőre, amikor fölnéztem, ott ül Charlie mellett, mint egy jó haver. <síthat> <sítható> Igen, mondjuk az, az fájt, hogy azt sem mondta, hogy szabad, vagy valami, csak így így leül. Hát mondom. Figyelj, az 500 kilós gorilla odaül, ahova akar. <sítható> Igen. És itt a, itt, itt a tekintélyére gondolok, nem a testméretére, mert mint Charles mondta, egy szikár úriemberről van szó. Alacsonyka, igen, csillogó fejjel, de hát erről nem tehet, vagy igen, az nem is érdekes az ügy szempontjából. Ne Azért mondom, hogy erről nem tehet. Jaj, jaj. És <laughs> és ö, azt előjáróva vagy utólag is mondom, hogy az elején Krisztián kicsit meg volt szeppenve. Én néztem a kezedet, Krisztián, mikor jegyzeteltél, írtál, egy Amikor szétteregettem a kis írataimat, so egy többi, so picit többi, bizonytalan volt, pici remegést is láttam a kezedben, de előtted egy ügyvéd, melletted egy, egy bíró, hát én is az lettem volna. Gondolkoztam egyébként, hogy kiülök melléd, vagy valami. Majd a legközelebbinél lehet, hogy tiszteletemet teszem, hogy tudják, hogy mi a rend, hogyha fölbasszák az agyadat. És belépett Tiborunk. Vagy csak így a hatás kedvére, így néha összesúgunk. Vagy így néha a fülembe súgsz dolgokat, hadd izguljanak. Hát ezt, ezt, tudod, hogy lenne jó, mint ahogy a... a, a tudod, mikor az üzébe voltunk a képviselőkházába, hogy így hátulról így, tudod, igen, néha egy igen. hátra dőlsz, meg így... És akkor te csak ennyit mondasz, hogy... Ah, tényleg! Vissza? Akarnak valamit mondani? Ah, semmi, 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 még majd várunk a végén. Szóval bejött Tibor, és akkor, minthogyha épp akkor léptél volna le a holdon a nyugalom tengerébe, kisimultak a ráncaid, és tudtad, hogy jó helyen vagy. Abszolút. Tudtuk, hogy jó helyen vagyunk, fölkerültünk a magyarországi dohányoz fókuszpont ö, ellenségeinek a térképére. Ha eddig nem tettük volna le. Igen, meg. most már tuti, hogy hallgatják a podcastünket, de nem hitet, nem úgy volt ez, hogy csak is lézengett valahogy és betévet. Akkor a paksaméta volt a karja alatt, hogy Krisztián összes dokumentációja nem volt annyi. Tehát egy ilyen... Hát egy jó... Várjatok, ezt most pontosan lemérem így, mert mellettem van a vonalzó. Egy olyan... 6 centinyi körülbelül vastagságra a paksaméta, egy vastag nagy ö, nátronpapíros ö, borítékban hogy valamire készült vele. Vagy ütni akart, vagy felhasználni. De végül is azért, mert Krisztián nem mm, nem a megfelelő számban ö, vitte oda azokat a tetves papírokat. Nagyon jó, nagyon jó, hogy nem ezért, ezért nem volt a paksamétára szükség. Viszont, és akkor folytasd, hogy miért jó ez, Krisztián? Mert ugye te elolvastad ott teljes lelki nyugalommal a, az ellen érdekelt oldalnak a kétoldalas szösszenetét. Én egyre boldogabban olvastam azt a kis szösszenetet egyébként. Azért, mert? Azért, mert, hogy ha emlékeztek a South Park azon epizódjára, ez egy csodálatos csubakka védelem. Egy aki, elképestülően... nem ismerni, aki, nem ismerni, annak mondd el, hogy mi ez a csubakka védelem. A csubakka védelem, csubakka védelem az arról szól, hogy beszélsz, 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 és abba a konklúzióba torkollasz, hogy tisztelt bíróság, ennek nincs semmi értelme. <laughs> ez a csubakka védelem. És se füle, se farka, és a végén azzal érvelsz, hogy ennek nincsen semmi értelme. És és alapvetően, ahogy én olvasom, ezt erről szól. Egyrészt tényleg örültem, mert egy csomó olyan dolgot vetnek föl benne, amire én fölkészültem lélekben, és a kis jegyzeteim közé odaírtam, hogyha ezt mondják, akkor ezzel tudom bizonyítani, hogy ez nem így van, stb. 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 Tehát én egyrészt konkrét tévedéseket fedezek föl ebben a, 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 dologban, ami rettenetesen jó, mert, mert, mert legalább lehet vele vitatkozni, és, és, és de egész tényleg nem tudom jobban jellemezni az egészet, mint hogy csubak a védelem, illetve az én adatigénylésemnek a kritizálása, mint partalan, általános, és egyáltalán nem konkrét, és amúgy is, és hogy most miért, miért, miért piszkáljuk mi őket, és miért nem hagyjuk inkább dolgozni őket. Nagyjából ez a, a, az egész holmi. És. Hogy neked is válaszoljak, Charlie, azért jó, hogy így alakultak a mai dolgok, de egy kicsit csalódott voltam, mert a só az elmaradt. Tehát azért én is készültem tényleg tíz oldalnyi peranyaggal, amit szerettem volna felolvasni, továbbá csatolni, hogy kontextusába helyezem ezt az egész holmét, és levezessem, hogy itt azért nem arról van szó, hogy én unatkozom otthon, és azért időnként közintézményeket cseszegetek, és, és ennyi, hanem hogy itt azért lényegesen komolyabb dolgokról van szó. És az van viszont, hogy így végre kiteregették a kártyáikat a nefi részéről. Benne van minden, hogy ők mit gondolnak erről az egészről, és hogy milyen érvekre építik az ő, ő álláspontjukat, hogy miért is kéne, eh, hogy van ezt elutasítani a, 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 az én keresetemet. Úgyhogy igazándiból egyrészt tényleg a kártyák Kiterítésre kerültek a túloldalról, ennél többet igazándiból nem nagyon tudnak előhúzni a kalapból, hogy miért szeretnék, hogy megszűnjön ez az egész ügy. És én ugyan készültem ezeknek a többségére, készültem a kis jegyzeteimmel, hogy előhúzzam én a kalapból, hogyha vitatkozni kell ezekkel az érvekkel, viszont az érvelésemet nem erre építettem föl. És emiatt, hogy nem tudtam beadni az én nyilatkozatomat ma, és halasztásra keveredett a dolog, így kaptam 15 napot, hogy egy kicsit átpofozzam a, a, az egész érvrendszeremet. Nem, Krisztián, és... te nem nyújtottad be, 15 napot kaptál, hogy benyújtsd. Igen, Akár igen, azt is benyújthatnád, igen. ami most van, de tulajdonképpen ez egy ajándék 15 nap, hogy a te... Megkapott a az alperes dokumentumának fényében kicsit a a Ferrarira még rá még egy réteg polírt. Ennyi a 15 Igen. nap. Igen. Tehát Igen. Uh, ilyen szempontból jó. Én megmondom, hogy miért voltam vagyok egy picit elkenődve, mert tökre jó volt a Demié mellett ülni és tehát ez, és nézhetted volna. Ez, a fejét. Igen, ez így biztos volt, hogy itt van mellettem. Néztem volna a fejét, hogy hol kerekedik el a szeme, vagy hol kezd el úgy vörösödni, mint a safiba, tudod, mikor ugye a fején le kell csapni. Igen, igen. Tehát igen. ezt néztem volna, tehát ez ezer százalék, hogy itt megtörtént volna, de nem tudom, hogy a következőre eljön-e. Bár, bár, azt tegyük hozzá. Hogy mikor megkérdezte a, a bíró, hogy mennyi lenne ez a, a dokumentum, és akkor Krisztián annyit mondott, hogy ö, hát, tíz oldal, meg ö, a mellékletek. És mennyi a melléklet? Körülbelül ö, száz oldal. És akkor mondta, hogy felolvastam, és akkor mondta a bíró, hogy de a mellékleteket ugye nem. Mondta Krisztián, nem, 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 természetesen nem. És akkor végül is ez az lett belőle, hogy végül is a magát a, a, a dokumentumot sem olvastad föl. Ezért... Igen, megértem a, a bíró urat, ez ügyben igazából, mert nyilvánvalóan fölöslegesen nem akarja e, e, rabolni a saját idejét, nyilvánvalóan. E, Tulajdonképpen, igen, tehát olyan szempontból tök mindegy, hogy, hogy ha te benyújtod a dokumentációt, vagy a, a, a papírokat, az úgyse az lesz, hogy ő ott fejben gyorsan eldönti, hanem, hanem visszavonul átolvassa, értelmezi, értékeli mind a két félnek a benyújtott anyagait, és meghozza a döntést. Tehát ott nem, igazából nem neki szól az a felolvasás, hanem a jegyzőkönyvnek. Igen. Meg úgy egyébként, hogy... Meg a mellette ülő barátod I fejének. Igen. I ter... Krisztián, az annyira lett volna. Én é értem, Charlie, I hogy te... És a végén hallod, a... Mikor, mikor a egy kicsit így megcsapkodom a forró kis kopasz fejét, így tik-tik-tik. Na mindegy. Ah. Te tetted ezt, király. Előfordul. <laughs> Nem az van, hogy nyilvánvalóan a májamnak, meg az egésznek egy éve várok arra, hogy eljusson ebbe, majdnem egy éve várok arra, hogy eljusson ebbe a fázisba ez az egész történet. Várok egy ideje erre, és belőlem is kikívánkozik, hogy ezeket elmondhassam, és baromi jó lesne ezeket így tényleg Tölviről hegyire végigvenni, kiteregetni a szennyest, hogy miről is van szó itt tulajdonképpen, és ehhez tényleg egy bónusz ajándék, hogy premier plánba élőben nézhetjük Demjén Tibort, hogy hogyan reagálja le ezeket a dolgokat. Ebből a szempontból csodálatos lett volna, nem véletlenül készültem én is úgy, hogy felolvassam a, a az egész anyagot, stb. 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 Egyrészt a jelenlévők szórakoztatására, akik egyébként a meg még száz oldalnál egy kicsit fölkuncogtak a padokban, a padok között, én kérek elnézést, én csöndben voltam. Te csöndben voltál, mert te így nem ezért jöttem ide. Nem, Igen, nem, nem, ez volt. az abszolút nem ez, hogy nem ezért jöttem ide, hanem én... Én megadtam a tiszteletet neked, a 110 oldaladnak, meg a Jó. bíróságnak. Igen. Nem pont szabad így, kacagni, pont nem, így, oké, nem így, szabad kacagni, hát ez nem egy stand-up comedy. Na. Igen, igaz. Igaz. Szóval, erről az oldalról, hogy ez a szembesítés a tényekkel sajnálatos módon ma elmaradt. Ez, ez, egy, ez egy nagy fájó, de nem. Nem pótolhatatlan veszteség, mert lesz lesz rá alkalom. Abból a szempontból viszont stratégiai szempontból nagyon-nagyon jól alakultak a dolgok, hogy nekem nem csípőből kellett ö, ö, szétszednem az ügyvédjüknek az elképzeléseit, amit ott akkor abban a pillanatban láttam meg, életemben először és átfutottam, hanem rá lehet készülni, össze lehet szedni, és akkor tényleg egy annyira kerek ö, ö, nyilatkozatot ö, lehet beadni a. a az én álláspontomról, ami tényleg mindent lefed. Úgyhogy ebből a szempontból ez, 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 szerintem így, így a legideálisabban sült el. Spontánul ideálisan sült el. Igen, igen, igen. Tegnap este egyébként én még gondolkoztam rajta, hogy hát annyi szőrözés volt, hogy amikor először benyújtottam a keresetet minden három példányba, kell, lehet, hogy ezt is három példányba kéne benyújtani, de ilyen éjjel 11 magasságába fejeztem be a nyomtatást, meg ilyenek az egy példányokat, amikor mindent ki, ki kifaszáztam, és, és hát mondom, hogy csak van rá valami olyan dolog, hogy itt vannak az anyagaim, szeretném csatolni az ügyhöz, és akkor megoldják és lefénymásolják, hogy mindenkinek legyen egy példánya belőle a végén, mert hogy nyilván nem arról szó, hogy ott helyben mindenkinek adjuk oda, hanem akkor ez kipostázásra kerül, mindenki megkapja magáit. Hát mind kiderült, nem. Tehát ezt most egy életre megtanultam, hogy mindent, 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 mindent három példányban. De, de, jól alakult. Tehát tényleg, aki a, 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 a műsort szerette volna, és egy picit én is, de ezt nem tagadhatom, az, az, az csalódott lehet, hogy erre most nem került sor, de az összkép szempontjából, meg a történet-történet-történet szempontjából ez szerintem egy egészen, egészen jól alakult. És közben itt olvasgatom félszemmel a, a papír egyik és másik oldalát, és csak mosolyogni tudok ezen, a, ezen az érvelésen, amit a, a, a nefi fölhozott az egész ellen. Nagyon bájos tisztelt bíróság, ennek nincs semmi értelme. Igen, 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 az zsonia. Szerintem egyébként ez a bíró, ez nekem úgy tűnt, mintha így, nem is a bíró, bocsánat, a, a, az ügyvéd. Mint hogyha ezt így csak így rányomták volna, hogy nem is értettem, hogy egyébként győri a figura. Nem szakterülete ez. És egyébként megkapta ezt. Éh. Amit még nem értettem, hogy a 21. században miért nem lehet azt, hogy Bíró úr, egy példány van nálam. Jó, akkor itt van, mit tudom is én, menjen le két emeletet, és ott fénymásolja le 10 forintért oldalát, az is egy szép költség lett volna, de mindegy. Vagy azt, hogy Bíró úr, ö, egy példány van, van csak itt, de el tudom e-mailben küldeni most. Hiszen azt baszki csak ki kell nyomtatni. De most már tényleg az lesz, hogy nekünk is ilyen kis... Ö, kiskocsival kell majd vinni a, a paksamétákat, ahogy ah, látod. tudod, miért ez a szőröző és bizonyító erejű magá... teljes bizonyító erejű magánokiratként kell ezeket a dolgokat benyújtani. Tehát ilyen, hát, ilyen ez a, a Tudod, a digitális egyébként... aláírás hm? is van a világon, de hát mindegy, persze megértem én, tehát épp beszéltük van, van a folyosón, a... Hogy, hogy ha egy állást lehetne választani, akkor én szeretnék lenni a csak mondjuk a fővárosi törvényszéknek az A4-es papír beszállítója. Az meg ezek annyit hát, nyomtatnak meg. Sétáltunk a folyosón, próbáltuk megtalálni a, a tárgyalótermet, és így kinéztem balra egy ilyen ablak mögé, és ameddig a szemellát akták így a salgópolcokon, és Jézusom. Meg pont meséltem még Csárlinak, hogy amikor vittem be a, a, beadandó anyagokat, bevittem a keresetet, ilyesmit, akkor ott ücsörögtem, és így, tudom én, 10 percet várok, és a 10 perc alatt, ha háromszor, négyszer nem fordultak meg egy raklapnyi A4-es halmokkal, hol ide, viszik innen, oda, onnan ide, elképesztő mennyiségű. Szegény fák. Szegény, szegény fák. Na szóval hát így, a fákat, egyé hódot. Ja. Igen, igen, igen. Érdekes volt, sok szempontból érdekes volt, Tanulságos volt? Tanulságos is volt. Én most megtanultam, hogy nem kellett az egésztől félni. Én úgy voltam bele egyébként egy picit, hogy amikor úgy nézett ki, hogy az Alperes meg se jelenik, mert mi ilyen kis jelentéktelen, semmire kellő figurák vagyunk, akkor egy énci fincit megnyugodtam, mondom, hát ez itt sétagalop lesz, fölolvasom a bíró úrnak, amit, amivel készültem aztán csomagolunk és megyünk haza, aztán majd valami folyomány lesz. És amikor megjött az ügyvédjük, akkor azért egy ilyen tisztesebb korban lévő, kicsit testesebb, taláros úriember, tehát egy ilyen kellő komolyságú jogi képviselő volt, akkor egy picit így, ha nem is elbizonyítalanodtam, de egy kicsit kezdtem úgy érezni, hogy itt azért lehet, hogy lesz vita, és nyilvánvalóan ő előnyben van a, a, jogi szakzsargont illetően, bár ugye külön fölhívtam a bíróság figyelmét rá, hogy jogi végzés nincs, Ezért szeretném, hogyha segítségemre lenne a, a lefolytatásban, tárgyalás lefolytatásában, ügymenet lefolytatásában. De aztán, amikor nem ilyen Tibor megjött, akkor tényleg nem is értem ezt a reakciót, hogy itt fullos nyugalom, hogy mm, jól van. Minden rendben. És még azon is túl. És még azon is túl. Ha gondolod, Csáni, akkor én szívesen idézgetek ebből a papírból, hogy ők mit gondolnak. Azt szeretném külön megköszönni, igen. Olyanok vannak itt benne, hogy bár felperes közérdekű adatigénylésének elutasításában nem hivatkoztunk rá, így mosdatják magukat, A felperes által kiadni kértekőre nem tartozhat a közérdekű adatok körébe annak túlzó általánossága okán. Ugyanis, vélem, és ez a legszebb, nagyon tetszik, ugyanis véleményünk szerint a közérdekű adatokat, mint információkat, ismereteket nem lehet ilyen módon kiterjesztően értelmezni. A közérdekű adatok körébe a felperes által megjelölt tevékenységek, levelezések, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb. nem vonhatóak be. Véleményünk szerint. Ezzel igazándiból csak egyetlen egy probléma van, hogy... A vélemény van... az olyan, mint a segjuk. Igen, igen, és amikor kifejezetten ebben a kérdésben van teljesen ellenkezően rendelkező alkotmánybírósági határozat, akkor ezt egy kicsit nehéz lesz magyarázni. Ez az egyik fele. Közérdekű adatlingés során is egy konkrétan, pontosan, határozottan kell megjelölni hogy melyek azok az előállót és keletkezett adatok, amelyek kiadását az igénylő kéri. Hát sajnálatos módon ez sem így van, ugyanis adatigénylést vagy konkrét dokumentumra, vagy pedig tágabban értelmezve információra lehet benyújtani, amikor a kérdező, az állampolgár, akinek egyébként alkotmányos joga, hatodik cikkely kettes pont, alaptörvényben szabályozott alapjoga, hogy kérhesse ezeket a dolgokat, te, mint kérdező, neked fogalmad nem lehet, hogy ezek az adott esetben az adott információk milyen dokumentumban szerepelnek, ezért pontosan, hogy lehet így adatigénylés benyújtani, hogy nagy hálóval szeretnél meríteni, és csak megfogalmazott, hogy milyen információk körére van, vagy kíváncsi. Egyébként meg ez az egyik részről, ami fölmerült bennem, ez most pont olyan, mint a Hillary, Hillary, Hillary Clinton ő ügye, aki a saját levelező szerverén levelezett ö, privát e-mail címről a kormányzati ügyekben is. Én miért ne igényelhetném meg mondjuk az ő kormányzati e-mail cím, e-mail ö, forgalmának az adatait, amikor mondjuk képzeld, az egyikbe azt írja, hogy Marika, nézd már ezeket a hülyéket, hogyha ezek valahol azt látnád, hogy nikotinos likvidet árulnak, akkor már pedig küld ki a navosokat. Tudom, hogy ez csak egy állásfoglalás, de akkor is küld ki. Tehát ehhez nekünk kurvára közünk van. Akkor hát, is, ha igen. levelezés. Az meg, hogy milyen levelezés, már inkább nem menjünk bele, hogy milyen, honnan, micsoda. A másik, ami fölötlött bennem, nem csinálhatnánk meg azt, mint a mint a, a CIA esetleg tudod, hát te is annyi, te is homelanden nőttél föl, hogy beszkennelnéd a, a papír két oldalát, és kifeketítenénk az érzékeny adatokat, és csak úgy föltennénk okulás kép, hogy, hogy... Ó, dehogy nem, hát dehogy nem. Na, ez, ez hogy tök jó lenne, arra? hogy, hogy eset, tehát, Más ö, szemszögből, más, ö, mit lát még benne, esetleg fogóckodást, támad, tehát több szem mindig többet lát. Hát, hogy a viharban, -e? hát basszus, egy közösség vagyunk, most az, hogy speciál a felperes nevején az én nevem van, az egy dolog, az, nyilvánvalóan az... az érvelésemben is nagyon sok embernek nagyon sok okos mondatát fölhasználtam, és, és tudását ahhoz, hogy... Krisztián, ez nem kapcsolódik szorosan ide, de képzeld el, hogy bekommenteltek a nagyon szigorú képed alá. És ö, ezt az egyet szeretném felolvasni mindenféleképpen. Ugye volt ez a kép, mikor ott állsz kint a, az ajtó előtt, és írtam, hogy szigorúság level nagyon sok kilenc. <kül> Aha. Azt írta valaki, most tessék buzizni, uraim, nagybetűvel, most, amikor az érdekeinkért harcol, vagy ha valakinek jobban megy, lehet utána csinálni, vagy helyette. Sok sikert! Na! Jó de drága! A, aki nem emlékszik erre, az hallgassa vissza valahol ott a Budapest Pride környéki podcast adást. És az összes nyári adásunkat, meg a többit. A, igen, bocsáss meg, hogy ma megint innen idézek Lackó Attila. Te jó Isten! lett-e spontán orgazmusom, se cicás póló, se... Azt mondja, a rőzse belőve, a végén még úriember lesz belőled. Mi az, hogy a végén? Krisztián úgy jött ki édesanyjából, hogy már úriember volt. Monoklival és cilinderrel. Lornyon, lornyon. L lornyon, lornyon. Úgyhogy ö, szerintem azt rakjuk fel azt a doksit, mert az egy, hogy ma, ne csak mi kacagjunk már, Nem sajnáljuk a, a rekeszizom mozgást mástól. A másik, hogyha tényleg valaki lát még benne érdekességet, vagy olyat, ami kurvára gyenge lábakon áll, vagy ilyen ez a... De, 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 szerintünk nem megalapozott. Hát szerinted, bazd meg. Szerinted nem. Szerintem meg igen. Tehát hallod, te is írjál már ilyeneket. Így rejtsél el egy-kettő hogy szerintünk ez nem megalapozott. És hogyha ezzel számon kérne esetleg az alperes, akkor mondod, hogy hát de ez pont annyira szerintem, mint ahogy ön írta a, a, a szerintemet a saját papírját. Nem, te nem, nem, ez, ez utca. de tudom, csak mondom, hogy... hogy Jó, ja, hogy poénként, persze, igen, hát meg. Lenne. Márhogy ne meg, csak hogy, hogy érted, tehát ö, ha te, vagy én, vagy bárki más, akinek nincs jogi végzettsége, leírja ezt, hogy szerintem ez, akkor én értem, hát nincs tisztában a fogalmakkal, a dolgokkal, véleménye van, ami szerinte. De hogy egy ügyvéd baz meg ilyet leírjon, szerintem. Hát szerintem meg nincs fogalmad róla, hogy mi az az elektromos cigaretta, meg mi az a közérdekű adatigénylés, de ez már, ez már nagyon messzire mutatna. Igen, csak ezekkel az a probléma egyébként, még itt nem, a, kitesszük, és akkor nem is olvasok föl belőle többet, mert nekem ez gyöngyszem, valószínűleg rommá untatok mindenkit, amikor így idézgetek a, a, a ezekből a kis jogi szösszenetekből, úgyhogy akkor inkább nézze meg mindenki, akit érdekel, de hogy az a jó ebben, hogy szerinte nem, Szerintem másképp van, és az elmúlt egy hétben nagyon-nagyon sokat olvasgattam ilyen témájú jogszabályokat, meg egyebeket. És a probléma ezzel az egész történettel az az, hogy a jogszabály szövege szerint viszont úgy van, ahogy én mondom, és az alkotmánybíróság határozatai szerint is úgy van. Tehát ez a szerint. Az egészről nekem Krisztián, egyébként az a benyomásom. Ez, ez már megint csubakka. E, igen, a csubakkát, a csubakka mellett egy olyan érzésem van, ahogy ezt olvasom, mintha egy ilyen nyávogó hangot, hangot képzelnétek el, hogy nem, már, tessenek már minket békiben hagyni. Tehát kb. ilyen ez az egész örvölés, ami igen. benne van. Gyerekek, ez nem így működik. Ez sajnálatos módon nem így működik. Na mindegy, akkor nem mutatlak többet bennetek ezekkel a... a, a, a... Egyértelmű, hogy az átlátható állomány működés garanciális szabálya sem erre vonatkozik. A mi van? Á, Jézusom, na minden, félreteszem ezt a papírt, nem tudom levenni a szemem róla, annyira vicces. Eltoltam messzire, már nem is látom. Szóval ilyenek voltak, imígyen történnek a dolgok. A kártyák kiterítésre kerültek, olyanok ezek a kártyák, igazából most, hogy így elemezgettem, mint az ilyen vicces gyerekkártyák, ami aranyos dolgok vannak, de hát azért mégiscsak komoly dolgokról van itt szó. Úgyhogy december 1-én, 8 óra 30, 30 perckor, neki futunk még egyszer, és akkor már töviről hegyire mindent szépen végig fogunk rágni. December 1, 8 óra 30, egy évente kell csinálni neki, kettő a az alperes ügyvédje győrből jön, az ha 8.30-ra ide akar érni, akkor baromira az m 1 dugóba fog kerülni. Tehát többet fog késni szerintem, mint most. Na mindegy, ne így legyen. Csak, csak mondom. Tőlem ott lehet, tehát Persze. A mai, nem a mai, is a mai nap, nap után, csak, csak és ő... a levele után igazándiból nekem nem fáj, ha van. Igen. Csak az, az úgy, úgy jó jött ki ez a mostani is, ahogy ránézett a, a bíró, hogy jó, akkor visszadiktálom magamnak, hogy akkor az alperes részéről megjelent. Oké. Okay. Ja, 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 ja. És per, ha már per, 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 ne feledjük, hogy megjött a másik perünknek is az idézése, ami ugye a Villanypára Egyesület nevében lett benyújtva, ez a régi jó kis 60-valahány kérdéses hol, még kifejezetten a nefis dokumentumra vonatkozóan, ennek pedig október 18-án, az időpontra nem emlékszem pontosan, október 18-án lesz az első tárgyalása. Úgyhogy igazából, ha valaki hobbiból perekre szeretne járni elcégi kapcsán, akkor így a következő néhány hónapban szint de végtelen számú lehetősége lesz rá. Javul! Ha már long term projekt, akkor beszélhettünk kicsit a Billion Lives-ról is, de ezt már múltkor is mondani akartam, hogy annyival egyszerűbb mi ezt egymás között csak ABL-nek írjuk, hívjuk, hogy tudjátok már, hogy ha azt mondjuk, hogy ABL, akkor az a Billion Lives. Tehát, az ABL-ről is egy picit beszélhetnénk, mert megint vannak jó híreink, amit múltkor nem engedtél elspoilerezni, viszont, viszont rámentem a roadmap táblára, és csak ö, címszavakban mondanék egy párat. Felirat in progress. Vetítés időpontját lefixálni, done. Kéteringet lebeszélni, in progress közös számlát beállítani az értékesítéshez. Dan Weboldalt elindítani. In 90 Nagyon, nagyon 90 százalék. A DocuFest az kilőve, ugye meghívottak körét megállapítani, az is egy 90 os Ez most a, a díszvendégek, VIP-k és a többi, és a többi. Helyszínek foglalása az annyira in progress, hogy a, 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 a mozit azt már nem elkiabáljuk, a mozi az fix uránia. Baromira tetszik. Éronnak is mindenkinek dicsekszik vele, hogy ez hanyadik legszebb mozi a világon. Mert ugye a, olvasta a, a, azt a blogot, ahol megválasztották, azt hiszem, hogy a harmadik vagy az ötödik legszebb mozi volt, igen, ahol egyébként igen, a, igen. a Le Grand Rex is szerepelt, a franciáki, ahol most volt, szerepelt az uránia is. Mújó lőtt, jó képeket kívülről, belülről. Lekéne majd akkor azt fixálni, azt a Molinó, de most ennyire ne szaladjunk előre. A DCP, tehát a Digital Cinema Package az készül a magyar változathoz is. Én Éronnak elküldtem ezt, amit kérdezett a mozis, tehát, hogy kulcsos vagy nem kulcsos. Igen, igen. Erre se jött válasz természetesen még. Jó, hát most irány Dél-Afrika van. Persze, persze, csak úgy írtam neki, hogy írtam valamit, amire tuti volt, hogy válaszol, és utána rögtön, hogy még azt szeretném kérdezni, hogy. És azt gondolom, ilyen tot pop up jön, látja, hogy ó, oh, az megint kérdeznek a magyarok faszom. Akkor ezt azt láttam, hogy máshol olvasta -e utána. <hállt> uh, úgyhogy ez, ez, most már kezd a, a, sok pirosból egyre több zöldülni és sárgulni. A sárga nálunk az in progress, a zöld pedig a kész. Uh, Pipa. Pipa, cica, pipa. Sárga, a cica, a zöld, a pipa. Tudod, mit nem csináltunk az elején? Mi? Cica, pipa, cica, nem pipa. Nem cica, pipáltunk. Ah, hát igen. pedig ennyi év rutinnal, basszus. Meg az évek. Na mindegy, megoldjuk. Ne, nem, tényleg nem tértünk még magunkhoz, hogy így egy helyiségben voltunk Demjen Tiborral, tehát... Én azt hittem, hogy egymással. <laughs> még mindig remeg a térdünk. <laughs> igen, igen. Én a kacagástól majdnem az övére csaptam, de... A másik, hogy átmentem most a díszvendégek és a VIP sítre, és még mindig, tehát most annyira vegye már ki a hallgató is a részét, hogyha ötlete van, azt küldje már el nekünk. Megcsináltad az e-mail címeket, Krisz? Melyik e-mail címeket? Hát az info, meg a premier, meg az info. Az meg a premiere, nem emlékszem. Azt szerintem még nem. De hát egy két kattintás, úgyhogy. Akkor azt kéne szerintem, Na. hogy az infóra, nem? Az infó az működik, az megy neked és nekem, ö, abszolút. Jó, csak hogy úgy, hogy az infóra küldjék, nem? Ja, 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 igen. Hát hogyha Há valaki... Lehet minden, mert most minek premieret, hát igazándiból az egész magyar domén a premierről szól. Jó, De hát. hát akkor... Ö, legyen, legyen, egy infó, most mit túráztassuk magunkat. Jó, jó, jó. Akkor ha valakinek ötlete van emberre, hogy, és itt az emberre úgy értem, hogy, hogy orvos, aktivista, újságíró, legyen az akár írott, nyomtatott sajtó, televízió. Ha ötlete van, kit lehetne meghívni, küldjön egy e-mailt az info-kukac lives, tehát a billionlives.hu, nem.com.hu e mail címre, az nálunk landol, és írjon nevet, milyen média, kontaktot hozzá, telefonszámot, e-mail címet, hogy fel tudjuk venni vele a kapcsolatot. Nekünk is itt van bővülő bővül a listánk minden nap, de jó lenne tényleg olyanokat hívni, akik vagy már foglalkoztak ilyen témával, vagy érdeklődést mutatnak. Hát elküldhetünk mi 500 embernek is, hogyha abból 10 jelenik meg, és abból a 10-ből 9 unott végig, akkor az semmivel nem vagyunk előre. Vagy a mobiltelefonját. Szét lesz. A feje nem. Mobiltelefon megtiltva, elektromos cigaretta megtiltva, kamerázás megtiltva, egyedül mit fogunk tudni? Mit lehet még megtiltani? A levegővételt. Hiszen az oxigén is rákkeltő hatású, bizonyított. Ugye bár? Ennyi. Szóval nem, nem, tudom, milyen ötleted lenne, Krisztián, itt még a, a meghívottakhoz, hogy hogy, hogy tudnánk mi azt elérni, hogy mit tudom is én, ne a, most nem akarok senkit megsérteni, azt sem tudom, hogy van-e ilyen, hogy ne a sajó TV jöjjön el, és számoljon be azon a Helyi, Az, amit csatorn... Kinga mondott, ez egy viszonylag jó megközelítésnek tűnik, szerintem a, a sajtó kapcsán, tehát, hogy azokat megkeresni, akik az elmúlt évben valamilyen, így vagy úgy, de foglalkoztak elektromos cigarettával. Konkrétan azt az újságírót, konkrétan azt a műsort, stb. stb. Igen, csak például, aki konkrétan foglalkozott az e-cigarettával, mondjuk a tv 2 ugye az egyik a Pakman Péter volt, de hát uh -huh. szerkesztőség van, a másik kettő, tudod, amelyiknél voltak két nagy tudásúnál a Bongyorhajúnőnél, meg a... Igen, igen, na, akiket hát aztán el is küldtek. Na, annél. ennyi. Na, így kekeckedjen velünk bárki. Ugye? Orvos ugye? maga! Puff, kirúgták. Igen. Hogy, ez az egyik. A másik, hogy hogy én még mindig abban reménykedem, hogy most nézd meg, mi ment Dél-Afrikában. Dél-Afrikában megérkezett Éron, CNBC Afrika. És egy hat perces ö, interjú. Ott volt benne a teaser, és utána Éronnal beszélgettek. Tehát, hogy, hogy nem igaz, hogy nem érdekelni azt az embert, aki mondjuk kicsit mélyebben foglalkozik vele, mint ezek a, ezek a reggeli, meg tököm tudja, milyen műsorban ö, megtalálható ilyen, ilyen olvasógépről kérdező ö, emberkék? Tehát mindig csak a ízé jut eszembe, tényleg ez a két ember, Kálmán Olga, meg a Baló. Tehát ők normális anyagot, normális, a magyar is normális, de hogy, hogy angolul is el tudnak beszélgetni, tudnak kérdezni, hogy milyen fasza lenne, hogy megérkezik az első nap, ugye, az a, beszél, akklimatizálódás az a, az a, az valami, és akkor utána mondjuk bemenni a valónak a műsorába, és egy, 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 egy beszélgetés a filmről közben alatta menne ott a tízer, vagy, 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 valami. Hát ez, ez, ez nem igaz, hogy ez ennyire érdektelen. Ez, Krisztián, én, én most azon vagyok, tegnap... Há, még nem kezdtük el ütni nagyon a vasát a Persze, felé, persze, mert, csak... Mert csomó dolgot le kell tisztázni, de ez teljesen jó ötlet, amit mondasz egyébként. Én arra gondoltam egyébként, hogy összeállítanék egy... Euh, én nem... Majdnem olyan, mint amit a Kinga. Tehát én ezt a pendrive-os dolgot, ezt, ezt mellőzni, mert egy pénzbe kerül, kettő addig érdekli, míg le nem törli, hogy legyen a fiának, lányának egy pendrive -ja, ami kurva jól néz ki, mondjuk. Vagy föltesszük föl a szeretett csomagot egy letöltésre Igen, valami, erre gondoltam, hogy egy jaj, ilyen, jaj. egy ilyen zip pak, és akkor mi, mit tudom is én, azt is meg tudnánk csinálni, hogy, hogy én meg azért, azért jóval szebb dokumentumokat lehet csinálni, mint pc -n. Nem, ezt viccen kívül. Szóval megcsinálnám, kifaszáznám PDF-re itthon, Hát nem azt mondom, hogy tudod, ez a bőrkötésbe, de tudod, van nekem az, ami a szélére ezeket a műanyag, mint a spirálfüzet, olyat ja, tudsz ja, csinálni. Ja. Fűző vagy mi? Az Igen, ez az a, az a fűző. És akkor csinálni olyat, mit tudom is én, vagy, vagy elmenni ilyen, tököm <laughs> tudja, milyen boltba, tudod, ahol pecsétet, meg sokszorosítanak, meg az anyám kínja, mit csinálnak, <laughs> és csinálni egy ilyenből, mit tudom is én, ahány díszvendéget kb. meghív az ember, mondjuk egy. 20-30. És akkor, mikor megjön, vagy előtte, ezt elküldeni neki, hogy. És akkor benne lenne szinapszis ö, a filmkészítőről, ö, a hazai helyzetről, és a többi, és a többi. Ez összeszedve, mit tudom is én, ahol most tartunk, és még akár bele lehetne a, a külföldieknek mondjuk csatolni azt, amit ö, rengeteg munkaórával lefordítottatok, ugye a közös ö, ö, kis angol. Ö, csoporttal. Ja, ja, ja. Vagy valamit, hogy. Tehát, ö, egyébként. Hát legyen, legyen a kezükben. Egyébként Éronnak is ö, jónak találnék egy ilyet odaadni, mert ő emléksze, hogy mikor beszéltünk vele, meg amikor kérdezett minket, hogy, hogy mit tudom is én, miért nem szállnak be a, a finanszírozásba a hazai forgalmazók. Hát Éron, azért, mert itt már nincs ilyen. Tehát, és akkor ő, ő nagyon elkerekedett, azt egy hogy Úristen, hát ő ezt nem is gondolta volna, hát tényleg ilyen van, meg akkor ez csak ilyen, ilyen közösségi finanszírozás. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha ez össze lenne neki szedve, így lefűzve mondjuk négy-öt oldal, zanzásítva, lefűzve, odaadni neki két-három példányba, és aztán spread the word, lehet menni tovább, hogy nézzétek meg, a magyaroknál ilyen a helyzet, ilyen. Vagy ha nem ja, is azt mondja, hogy ja, a magyarok ne, de hogy vi jártunk olyan országban, ahol ilyen volt a helyzet. Ugyanúgy, ahogy Új-Zélanddal is példálóznak. Ha példálózhatnának velünk is, hogy nálunk mi volt, és utána esetleg mi lesz. Tehát ö, én azt vállalnám, hogy akkor összeállítom. És... Bocsánat, hogy minő meglepő ismét egy téma, amiben rossz példaként lehet Magyarországot emlegetni. Igen. Tehát én azt vállalnám, hogy összeállítom akkor a, 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 a doksit, amit mondjuk ö, lehet adni a, a médiának mondjuk ilyen repi anyagként, tudod, hogy és itt van a belépő passz, itt van a, a filmről, az Infopak, ja. az info, a hazai helyzet, hogy miért ö, érezzük ezt fontosnak, hogy már előtte tudod, egy pici felkészülés legyen, mert csak egyszerűbb így végig olvasniuk, vagy mondjuk egy pdf-be, mint az, hogy Hú, hol keresek ennek utána? És akkor benne van a pakliban, hogy hol keresek utána, rákatint egy olyan linkre, ami nettó fasságot állít. Ja, És ja, akkor azt ja, mondja, ja. hogy ah, nem is érdeke. Pont ugyanezt mondta Kinga is igazából, csak ő más oldalról közelítette meg, hogy az újságíró is ember, tehát eredendően lusta, nem szeret többet dolgozni, mint feltétlenül muszáj. Úgyhogy, ha azt szeretnénk, hogy írjanak, és ne hülyeséget írjanak, akkor igenis a fenekük alá kell tenni az információt, hogy kéznél legyen, és ne őt kelljen túráztatni, hogyha valamit akar erről röffenteni. Ja. Jó, akkor én azt elkezdem majd valamikor így, vagy ha nem dolgozom, vagy ha éjszaka kicsit könnyebb itt az időbeosztásom, akkor nekiállok ennek a résznek. És, és doki Tudod, mi van még nagyon, ami fontos lenne a weboldal? A weboldal. Oh, Pikpak, most, hogy így túl vagyunk ezen a mai napon, és egy kicsit föl tudtam lélegezni itt a nagy rákészülés után, így már zsinórban van összeállt a fejemben is a kép, hogy szerintem hogyan lenne jó azok alapján, amit te is mondtál, meg agyaltam rajta. Úgyhogy szerintem én. Ma, holnap megleplek téged az új, tökéletesített verzióval, és aztán, hogyha ámen, akkor jók vagyunk. És valamit még én gondoltam, hogy rá kéne írni, ja igen, tehát, hogy a... arra az értesítő mérre, arra valahogy rá kéne vésni, mondjuk, ha te vállalod, akkor a tiedet is, meg az enyémet is, kontaktként, illetve erre ebbe a doksiba is beleírhatnánk két-három ember rünk, tehát mondjuk Fifika, te, én, nevét, telefonszámát, vagy e-mail címét, elérhetőségét, hogyha mondjuk annak az embernek bármi kérdése volna, hogy engem érdekel, de az volna a kérdésem, hogy hogy lehet, ja meg igen, egy olyan oldal mindenféleképpen kéne a weboldalra, ahol ha mi valakit kihagyunk, egy médiást mondjuk, de belebotlik az oldalba valahol, Jajaj. akkor ő tudja jelezni, hogy érdekelni az esemény, és akkor menne mondjuk ő egymaga, vagy egy operatőrrel, vagy egy fotóssal, hogy hogy akkor, akkor így tudjuk becsülni a, a dolgot, hogy honnan van, milyen magazintól, vagy milyen ö, szerkesztőségtől, és a többi, és a többi. Csak hogy indulhasson el, mert egy csomóan kérdezték tőlem is, hogy de mikor lehet, de hol lehet, de hogy lehet. Ö, és aztán, aztán már tényleg, hogyha ez elindul, akkor, akkor, akkor sinem vagyunk, mint József Attila. Átunk, igen. Mint József Attila, igen. igen. Nem szeretnék felelőtlenül ügérgetni, de most, ahogy én látom, szerintem ez egy héten belül el tud indulni. Simán. E, igen. A másik, hogy, hogy ugye megjött, az elmondhatjuk azt az árajánlatot, hogy mennyit kaptunk oda a, az Urániába? Mm. Vanért? Szerintem igen, de hogy az információ ez. Ja, miért ne lenne információ? Persze. Hát. Tehát, hogy az a, azért megy itt ez a, ez a, nagyon sok száloni, így tényleg ilyen mátrixban kell gondolkozni, hogy de ha itt, akkor azt oda, és onnan az ember hogy jut el amoda, ne legyen távol, mert akkor lemorzsolódnak az emberek, ha közel van, akkor mit lehet. Ugye mondtam múltkor az ismerősömnek ott a kioszk, ki akarjuk bérelni, két millió plusz áfa. Ha nem akarjuk kibérelni, akkor fejenként 5000 forint a fogyasztás, vagy mi a, a korlátlan a fogyasztás. A fogyasztás hát úgy korlátlan lenni. a fogyasztás, hogy sör, bor, üdítő, igen, ö, kávé. Te, kávé, igen, tehát nem az, hogy izé, domperinyom. <laughs> <Domperignon. gül> hogy ö, azt a céget is megkérdeztük, akik kell szerződésben áll az Uránia. Megküldték az árajánlatot, és ö, küldtek két csomagot. Az egyik csomagban száz fő, és az egy ilyen, hát nem is mondanám állófogadásnak, az egy, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen komplex, komplett, fullos, ö, elején megy az ember, csipegető, ilyen kis fogácsos sajt, anyám kínja, welcome drinkként pesgő vagy üdítő, és aztán a végén mondjuk egy, egy vacsora. 900 ezer forint plusz áfa. 100 ember. Másik opció. 400 fő, csipegetős. <kül> 680 ezer forint plusz áfa. És a, a csipegetősen ne azt gondoljátok, hogy ki van rakva 5 köbb méter sajtos fogácsa, hanem azt mondja, hogy 400 szor és gramra le van vetítve, hogy az hány gram. És akkor ő kirak annyit, ha elfogyott, kész vége. 680 ezer forint. É, egy tételt le tudtam húzni, virágok az asztalra, 20 ezer forint. Szóval... A leg, legszignifikánsabb tétel. Hát, ö, tehát nem, hanem, hogy tényleg ilyen, hogy asztal kell, ab vagy mi az a terítők kell, akkor welcome drink kell, tehát minden kell. Virágot azt nem tudtam hova rakni fejbe, hogy mi a fasznak virág. Ennyi. Ennyi. Ö, és illetve beszéltem a grafikussal, aki szintén kurvára el van havazva, de elcig is, és de kurvára rendes is megcsinálja nekem de hát megint várom a, 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 nyomdá, a nyomdai előkészítéshez szükséges anyagokat érontól, de mivel Indiában van, ezért nem tudja küldeni. Dél-Afrikában. És... Dél-Afrika. Várja, és onnan megy Indiába, vagy Indiából jött Franci... Na, elvesztettem a fonalat. Igen, Dél-Afrika. Ne, nehéz követni, mert Dél-Afrika, igen, mert CNBC. Szóval ö, lefordítottam túl a... Azokat a kis nemzetközi kártyákat, amit ki lehet rakni, borítóképnek megosztani, azt se kaptam még, meg az két hete volt körülbelül. Tehát ez mind kurva jó lenne a weboldalhoz, de egyelőre csak egyet tudunk. November 12 uránia. Igen, igen, Most tartunk igen. ott, hogy, hogy áment mondtunk rá. Mi is hatörik, ha szakad. Azt mondta Éron, hogy. Azt mondta Éron, hogy fasza hogy az uránia kurva jó, és alig várja. Ö, Lelkes volt az uránia csapata is, amikor beszéltem igen, velük. Igen, te voltál ott, mert én sajnos nem tudtam menni. Mesélj róla, hogy mi volt a benyomásod. Ö, az úri ember, akivel te is beszéltél, ő volt, és hogy kollégináját hozta, hogy ö, amennyiben bármelyikük éppen elfoglalt volna valami más projekt miatt, akkor is zökkenőmentesen lehessen majd kommunikálni. Figyelj, bocsássak, stb. hogy közben szólok. Ö, Mennyire fiatal vagy idős, mert konzekvensen mindig magázottunk. Ránézésre velünk egykorú, vagy talán egy picit fiatalabb. Jó, akkor majd legközelebb kezdeményezünk. Ő is, ő, ő is és a hölgy is. Jó. És, 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 nagyon lelkesek voltak, kérdezgettek a filmről, hogy, hogy, mi is ez, kérdezgettek az ECG-ről is, tehát így próbálták kontextusba helyezni ezt a dolgot, mert mondták, hogy utána olvastak, megnézték a, a, Wikipedia oldalát, látják, hogy a kategóriáján belül azért elég szépen tarolgat a film, és megy minden a világban. Úgyhogy ez egy jó, jó film, meg minden. Kérdezgettek az el-cigaretta helyzetről, próbáltam ott elfogultság nélkül elmondani, hogy miről van szó, miért fontos nekünk, hogy, hogy eljöjjön a film és bemutatásra kerüljön. Beszélgettünk arról, hogy milyen típusú vendégek lesznek, stb. stb abszolút lelkesnek tűntek, tehát ő, tőlük is elhangzott, hogy, hogy szerintük ezt nagyon jó meg lehet csinálni az urániában. Nyilván nekik ez, ez egy sales is, tehát nem fogják azt mondani, hogy jó, szerintünk nálunk nem lesz ez jó, de azért gyertek ide, de hogy úgy, úgy, úgy érdeklődők, nyitottak, kedvesek voltak, körbe mutattak mindent, átbeszéltük, hogy hol lehet egy ilyen fotózkodós falat fölállítani, hogy zajlódhat a beengedés, mennyi főre számítunk, és mennyi idő alatt kéne, hogy lezajlódjon a beengedés, akkor ők hány főt a tapasztalatuk alapján, aki a, a, a beléptetést intézi, stb. stb. vörös szőnyeg. Tehát nagyon jó, mint amint talán egy fél órát, három negyed órát beszélgettünk, és bejártuk ott a, a, az egész helyszínt, a plakát lehetőségekről, stb. mindenféle okosságról. Jó hangulatú beszélgetés volt, és úgy tűnt, hogy, hogy ők is várják, és hogy ez egy, szerintük is egy, egy urániába passzoló nívós esemény tud lenni. Igen, nekem már csak annyi a kérdésem feléjük, hogy... hogy Csak egy kérdésről volt szócsán. Igen, <laughs> igen, hogy a, a léjautok -ok azok hol mennyi, mert úgy nagyjából láttam, hogy itt egy B1-es, ott egy akkora, de hogy kinnavászon benne a tévé. Ezt is írtam Éronnak, hogy akkor jó lenne, hogyha tízert küldene, vagy valami... Vagy... Hát a teaser a maga 4KHD-jával igazándiból az LCD-ken simán elfuthat, arról volt szó, hogy 8 darab A4-es vagy B1-es posztert lehet kihelyezni állványokra, illetve ha tudunk vinni, akkor lehet vinni el róla a bannert, és azt oda állítjuk fel, ahova akarjuk, be lehet poszterezni szintén B1-es méretben a, az ajtó üvegeit, és ugye a két oldalt van az a két hatalmas lelógó ö, banner, vagy nem is tudom annak mi a sajátságos neve a bejárat két oldalán. Az mint a régi váraknál, az a zászló, az a nagy, hosszú. Igen, 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 igen. Hogy a, a, arra várjuk még, hogy azt lehet -e, mert ugye azt általában időszakosan szokták az időszaki műsoroknak, vagy ilyesmiknek szokták kitenni, és ott kérdés az például, hogy a, a, az adott napon van-e már szerződésük arra a napra, mert ha igen, akkor nyilván ütközik, de hogyha azt is meg lehetne oldani, az, az, az nagyon világi lenne. Az nagyon-nagyon hát én, Illetve, hogyha nem tudom, látta, de a franciánál Ilyen kis megállító tábla a vörös szőnyegnél, tudod, hogy itt milyen vetítés van, akkor ott a plakátok igen, voltak. Igen, tehát igen. Ilyenekbe kéne gondolkozni. Tehát ez mind-mind megcsinálná a grafikus körülbelül egy nap alatt, csak kéne hozzá a rohadt nyers nyersanyag. Anyag. És akkor még ebben nem is gond, tehát ezt még föl sem merült bennünk, csak én nagyalok magamba, hogy ugye ott volt az a hatalmas nagy fotófal mögöttük, természetesen angol szöveggel, mert hogy észak-amerikai bemutató hogy akkor Magyarországra hoznának-e, vagy nekünk kell megcsináltatni, mert tehát annál nagyobb, hát ke egy kell, kettő, ez az egyik pénz ö, kiadás szempontjából a leges, legfölös, legesebb dolog, mert ezt akkor és egyszer tudott csak használni, és mégis baromi drága. Igen. Tehát azért, mert senkit nem fog érdekelni, hogy az van ráírva, hogy Magyarországi premier hova a picsába viszi. Sehova. Hát én attól félek, hogy ezt, ezt nekünk kell megcsinálni. És ha félelmeinknél tartunk már, akkor azt nem tudom, elmondhatjuk-e, hogy mit sikerült végül is kihúznom belőle? Tudod, itt a... mm, Igen, hát figyelj, sztori. Hát sztori, na. Hát ugye mi két fővel számoltunk végig. Jennifer és Aaron. És aztán mindig jött ez, hogy és jövünk, és megyünk, és izé, és hozé. És annyiszor láttuk a gyerekeket. Meg most a sót is. Aki a marketinges, hogy megkérdeztem, hogy érom most már. A szállás miatt, meg úgy egyébként is, tehát tisztázzuk már le, hogy kifizeti a szállást, kifizeti a repülőjegyet, hány főre, és a többi, és a többi. És akkor mondta, hogy mi mindenhova a gyerekekkel utazunk, akkor egy picit így meghagytam. Meg hát a showval ő a marketinges, akkor még jobb ott már térden voltam, mint az amerikai focisták, és a repülőjegy, és a szállás és a repülő az csütörtöktől hétfőig, és a szállás péntektől hétfőig. Na, kiszámoltam. Mennyi volt a repülőjegy? 7. Fúra, hetes, sok. Hetes forint. A szállás ott, ott már tényleg lementem. Hát nem azt mondom, hogy legaljára, de, de most már föladtam. De, a... de, letettél a vára néző panorámára. Nem, arról nem tettem le, mert egyébként találtam ott Krisztián négy csillagost ami nem várra néz, hanem vár, tehát budai oldalról néz a parlament felé. Ö, megtaláltam Airbnb-n is száz 100... francokat, francokat, 70 valamennyi, 80 valamennyi, így valahogy, négy 5 személyre. De hogy, ö, de öt ott, ott már, két szoba kell, meg akkor variálni, hogy gyereknek, meg így, meg úgy, meg amúgy, 150. Itáig tudtam lemenni. Tehát ott vagyunk, hogy 850 ezer az, hogy ide jön öt ember repülővel, és valahol alszik. Ez azért szerintem nem akkora trauma még, tehát itt még néhány kört futnunk kell az ügyben, De... mert én ezt másképp látom egy picit, itt arról van szó, hogy volt egy eredeti elképzelésünk nekünk, hogy hogyan néz neki ez a történet, és hogy legyen információnk, hogy tényleg mibe gondolkozzunk, kicsikartuk belőle, hogy nekik mi lenne az ideális. És Persze, akkor most majd most, közelítjük ezt a két igen, dolgot tehát egymáshoz. Itt köztetni kell a, a, az érdekeket, mert egy, a film vetítési joga nem a mi büdzsénket, ö, ö, tehát a profit nem hozzánk jön, kettő, ö, nem nem tudunk ennyit rentábilisan kigazdálkodni, ö, meg, ö, meg hát. Na hát ez, 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 nehéz, tehát nem egy, nem egy francia piac vagyunk, ahol nézted még a, 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 fotó volt is, hogy, hogy ott, ott Inokin, meg az anyám kínja, ja, meg ja, ilyen, meg ja, ja. meg meg öt cég volt csak így felsorolva, ilyen kis apró cégek. Tehát nekünk meg rajta lesz egy villanypára egyesület, nem akarok, egy, egy egycigitesztek, e e e hallod, addigra kell csinálni neked is egy logót, és az így, villanypára, pívko Krisztián. Én a Villanypár Egyesület alelnöke vagyok, Charlie, tehát. De az úgy sokkal jobb probléma megoldva. Krisztián Pifko, VP. Ú, hallod? Neked csináltatunk addigra izét. Motoros Jackit tudod, és akkor ott lesz, hogy Vice President. Az, az. Fifikának meg President. És hátunk pedig a Mújó és Mújó engedéllyel nem rendelkező ügyvédi iroda. Igen. Na hát, szóval... Itt, mikor valaki most képzeld, írt, hogy. Aranyos volt. Egyébként arra van-e már tervetek, hogyan fogjátok népszerűsíteni, reklámozni a filmet minél szélesebb tömegeknek a magyar premier előtt? Hát most mit csinálunk egyébként? Igen, ez egy igen, igen, adekvát kérdés. Én erre azt válaszoltam, hogy igen, ez az. Az, az volt a válasz, hogy az jó, de remélem, nem csak néhány plakát a terv, bízok a kreativitásatokban. Charlie, ezek az emberek téged nem ismernek. Egy, kettő, hogy mi is bízunk a nézők, hallgatók, olvasók kreativitásában info kukac a billionlives.hu Minden ötletet szívesen várunk. Meg az, hogy <laughs> hogy lehet olcsón pénzt nyomtatni, vagy nem tudom. Igen, igen, azt, hát... azt még nagyon szeretnénk megtudni. Miért az hogy... jutott eszembe egyébként, Hocsánat, igen? amit korábban mondtál, hogy Erronnak is kéne egy ilyen kis infópak, hogy ez egy teljesen jó ötlet, ez eddig eszembe se jutott, ugyanis amikor a vetítés után megtörténik a sajtótájékoztató, akkor nem csak a filmről tud beszélni, arról van szó, hanem itt teljesen jó élethű magyar kontextusban is tud akár nyilatkozni a sajtónak, hogy igenis ez, ez szomorú, hogy ez a helyzet, és a többi, és a többi, és így, tehát úgy. Igen, jó, azért, hozunk, azért hoztuk el a filmet ide, mert láttuk, hogy ki vannak éhezve az emberek, és milyen szomorú, hogy itt már a, az értékesítés is, és hogy milyen dilettánsok a döntéshozók, és egyébként mi az, hogy, hogy Demién Tibor csak úgy kopogás nélkül beslisszol a tárgyalóterembe, miközben Pivko Krisztián éppen beszédet mond. Dana. Igen, 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 igen. Ezért gondolnám, hogy jó az, hogyha ők is egy kicsit képbe kerülnek, hogy ja. tehát nem csak az van, hogy... hogy igen, nálatok is szar a helyzet. Mindig elmondjuk neki, hogy hát nálunk azért nem úgy szar a helyzet, mint mondjuk Angliába, hanem nálunk tényleg szar a helyzet. Tehát ezt, ezt, ezt múltkor beszéltünk vele, azt nem akarta elhinni, hogy í, 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 így láttam, hogy ledöbbent rajta. Hát ez, ez nem az, mint az, az a csiknál, hogy, hogy szóljatok nekik, mert ha nem szóltok, akkor majd valamikortól már nem lehet, hanem itt nem lehet. Ja, ja össze kell állítani azt az anyagot. Csak azt nem tudom igazából, hogy mikor lesz neki csak annyi ideje, hogy egy, egy kellemeset fingjon úgy, hogy senki nincsen körülötte. Tehát, hogy, hogy most jó, ö, de tényleg ott van egyébként, hogy Dél-Afrika, akkor még van neki azt hiszem egy India, vagy az már volt? Ezt most Hú, meg nem mondom. Nem tudom, azt de, mondom, az hogy, az én utána. hogy, de hogy onnan vissza Hollywood, aztán onnan Milwaukee, aztán még van egy New York, igen, német mert a, lesz egy német? Igen, ugyan? mert hogy a New York az azt hiszem október 26. Igen. E, és lesz a német, és utána jövünk mi. Tehát e, Bakker, én akkor mondanám neki, hogy akkor egy laptopot vagy egy iPadet, vagy valamit csapja már a hónod ami rajta van, a zipben az anyag, hogy el tud küldeni, vagy... Hú, nehéz. Nehéz, meg neki is egyszerű, mert hogy nyilván olyan, mint a zene tehát minden csinál. Hát persze, mert, mert a weboldalt is ő csinálja, meg a mit tudom is én, mit ő csinál, meg a, az új tízert, meg az új feliratot, meg a feliratot is meg kéne már nagyon kérdezni, hogy hogy áll. A szép lenne, ide jönne. Nézzél, hallod? Mi, milyen felirat? Mi felirat? Hát a... Ja, tudom, az nincs. De végül is, kurva egyszerű, mert akkor... Nem azt mondtátok, hogy ti megcsináljátok? És akkor sajnos a rendező úr. Úgyhogy most itt, itt tartunk, és ö, az, aki írta ezt a kérdést, én annak így finoman válaszolnék, hogy annyi, annyi, annyi ötletem van, hogy beszarás. Csak nekem vannak... Ö, majdnem kerékkötőt mondtam, de nem. Ö, egymásnak... Igényeid. Nem hanem egymásnak azért vagyunk mi hárman négyen, hogyha az egyik hülyeséget mond, vagy az egyik nagyon elszaladna a ló, akkor a másik három egy ilyen civil kontrollt gyakorolhat. Tehát mondhatja azt, hogy Á, hát ez mások. Hát ugyanúgy, mint hogy állítólag szerintetek van a olyan tétel, amit nem kéne például a Budai-hegyek, amit, amit szerintem meg ennek az embernek vagy a várra kéne néznie, vagy a parlamentre, hogy fossa le a bokáját, mikor meglátja, de mindegy, eh, ahogy Párizsban megoldotta ez a hopon-hopov busszal, eh, oldja meg itt is, eh, biztos tetszeni fog neki a város, eh, csak hát, igen, tehát eh, az elején elindultunk nagyon sokról, aztán visszamentünk, már egy millió alatt voltunk, és aztán Visszatornázódott ez, ez egy három környékére, és most megint nagyon magasan vagyunk. 1 millió 9 környéke. De most ránézek a matekfűre, várja, hogy up to date prompt mennyi ez? 1 millió 730. Kétering nélkül. Tehát ez nagyon sok. A kétering az, az minimum 4-5 kiló parti ünnepség és nem kétering, vagy valami ilyesmi. É, én azt, ab, tehát arra gondoltam, abban gondolkoztam, tehát a, a, franciánál is az volt, ugye, és ez még lehet nálunk egy ilyen valami, hát nem adunak mondanám, hát nem harc van itt, hogy, hogy ugye a franciáknál is azért volt a végén egy ilyen kis szerényebb összejövetel, egy ilyen, mit tudom is, én beültek valahova kajálni, de csak a szervezőgárdával, a, az európai szervezőgárdával, ugye a Lisbetékkel, meg az összes többi egy-egy emberkével országokból, mert nem maradt rá pénz. Tehát itt is, ö, ja, nincs kéz, nincs csoki. Tehát ö, lehet, hogy ez tárgyalási alap lehet, hogy oké, okay, hát akkor döntsétek el, hogy mi a fontosabb, egy fasza, ö, premier utáni díszbeszélgetés, vagy akármicsoda, vagy az, hogy, hogy mindenkinek a repülőjegyét a, a magyar gárda állja. Hát igen, mert az nek nekik is húzni kell a, az ötleteken. Vagy nekünk kell húzni a minőségen, de hát az meg nyilván nem lenne jó, mert ő is elmondta erről, hogy minél nagyobbat kell, hogy durranjon, hogy az európai disztribútor azt mondja, hogy srácok, ez fasza volt, hozzuk a filmet a mozikba. Igen, igen. Minden ötletet megköszönünk. Info, kukac, a billion lives. Hát el kell mondani sokszor, Krisztián, mert nem, nem. az a nevetek. Hanem? Eszembe jutott, hogyha tényleg a diszribútor elhozná a mozikba, és amikor a, a, az ilyen nagyon prűd mozgalomba, puritán mozgalomba, amikor uh, ilyen habzószájú hölgyek kiállnak, mit tudom én, a mulató elé, és transzparensekkel kiabálnak, hogy ne menjen be, itt istentelen dolgok folynak. Ja, vagy és mikor a, bolykodtán... szörme, a szörme bundás bolt előtt leöntik vörös olajfestékkel, mikor Nem ki... pont egyre agresszívre gondoltam, de így beugrott előttem egy ilyen kép, hogy áll a mozi előtt horváti és transzparenseivel, és hogy próbálja lebeszélni az embereket. Nem menjenek be, ne nézzék meg ezt a förtelmet, hát nem. Nem értik, hogy a lipidek. Igen. Mondja nekik, hogy ez olyan, mint a kör. Megnézed, és hét nap múlva meghalsz. Nem szabad. Aj. Ez, ez a képjelet meg ezért kulcs szokta vegyót megnézni. Ugyan, hát így. Igen, ugyanúgy kellenek egyébként majd itt is a támogatók, mint ahogy nekünk támogatnak a patrónok. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Hát igen. Jaj, én nem is értem időnként egyébként, mert te nagyon durván tolod. Ugye én azért kevésbé veszek részt ebbe a dologba, ha már nem bírod, vagy valami optimálisabb, hogy elintézzem én, akkor, akkor átszoktad delegálni rám az adott dolgot, de te aztán úgy pöröksz rajta, mint a ringvispír. Nagyon-nagyon keményem. Hát hetek óta nem tudok igazából jól aludni, csak hogyha melatonint veszek be, mert akkor két óra múlva fejbe bassz és elasszom ott, ahol vagyok. Krisztián, ez az én bajom, vagy ez az én előnyöm, nem tudom, agresszívan csinálom, és hajtom, és és csinálnám, csak én már én már réga jegyeket, nem bocsánat, réga támogatásokat ö, tolnám kifele a, a, az oldalakra. Ja, 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 ja. Az, az nem tudom mennyire. mennyire... Eljutunk odáig. Aha, igen. Remélem, minél hamarabb. Igen, igen, igen. Csak így szabad hozzáállni, mert abból lesz valami. Lépjünk tovább! Lépjünk tovább, kérlek szépen! Ugye megígértük, hogy ezen a héten szokás szerint szó lesz egy szánalmas hülyeségről a Magyarországról. Azt hiszem, hogy a ne ne, ne nyilatkozata ma ezt a, ezt a díjat elvitte. Úgyhogy arról beszéltünk lesz egy izgalmas fejlemény külföldről, illetve egy újabb érdekes adat az ártalom csökkentés kapcsán. Ezekről beszélgethetünk akkor. Én még előtte ezt a ezt a, ezt a magyar, magyar igen, cikket, igen, ezt, igen. ezt meg kell cincálnom, köpködnöm, érdeklődnöm, mert egyszer csak megint landolt az RSS feedemben egy e-cigaretta. Tehát nekem van az e-cig, a vaping, és az e-cigaretta. Ezekre figyelem az RSS-t kettő e-cigaretta egyszerre, mondom, itt valami nem stimmel. Mind a kettő kiköpött ugyanaz, na mondom, kattintsuk meg, amelyik autentikabb, mert az egyik ugye valami bors online, vagy, vagy nem tudom én micsoda, a másik a híradó.hu. Mind a kettő ugyanaz a szöveg, Aja MTI. Ki írta azt? Ki küldte be nekik? Egy, kezet kell csókolni, Kettő, tényleg érdekelne, hogy ez milyen közpénzből mondják azt, hogy segít a leszokásban az elektromos cigaretta. Honnan van erre bizonyíték? Hát természetesen a brit kutatóktól, mint a cikkből is kiderül, de engem nem is maga a cikk érdekel annyira, hiszen mi ezt tudjuk. Évek óta ezt pofázzuk. Az azt meg azt hittem, én vagyok a cikkben. A kutatócsoportot vezető Robert West. Idáig olvastam, hogy Robert. Mondom, azt <laughs> mit vezetek én? Szóval az van az olyan, hogy MTI, és azt nem tudom, hogy ezt ki lehet -e deríteni, vagy csak ezt ilyen fizetős hozzáféréssel lehet megtudni azt, hogy hogy az MTI-re ki rakta ezt föl. Lehet, hogy ezt maguktól vették át, mert ott az első bekezdésben is a BBC News-t említik forrásként, úgyhogy lehet, hogy ezt önállóan, mert hogy a, olyan komoly. A királyi? Hát megdöbbentő fejlemény. Hát az, vagy ezért fejlemény. még valakit kifognak a héten rúgni, figyeld meg. Az biztos. Hát állítsuk kontrasztba ezt a kedvenc Bocsádánkó. Bocsáss meg. Uh, Áll is kontrasztba azzal, hogy legördítesz az aljára kapcsolódó tartalom. Mégiscsak használ valamit az elektromos cigaretta? A tini lányok egészségének árt legtöbbet a cigi, ön leszakna a cigiről, ha fizetnének érte? Tehát itt, uh, ha ráfrissítenék, jönne olyan is, ami pont szöges ellentéte ennek a cikknek, de ugye valami kategória ugyanaz a két cikkben, és ezért, ez annyira ambivalens már az is, hogy Fönt azt mondják, hogy ö, segít a leszokásban, lent meg azt mondják, hogy mit tudom is én anyagot tartalmaz, és én, Tehát ilyen cikket is láttam múltkor itt benne. Mint maga, mit kezdtél mondani? Ja nem, Bened, de ugrott be nekem megint a, hogy hívják el, val, a, ez egy, kérem egy tévhit, hogy ez egy leszokást segítő eszköz. Hát az, hát persze. Tévhitben ringatjuk magunkat négy-öt éve. <coughs> Nem tudom, ez ki kell. Fifika ennek, a, ennek az MTI-nek a nagy gurúja. Ő majd biztos, hogyha hazajön a üzéről, a beszerzőkör útjáró Dortmundba, és hoz nekünk valami normális cuccot, se, akkor ki fogja deríteni szerintem, hogy ez. Vagy ha valaki tudja, akkor ezt sem mondtuk még sose. Írjon egy levelet a szerkesztőségünkbe, vagy kommentelje a bejegyzést. Szerkesztőségünkbe. A szerkesztőségünkbe mekkora fellengzős dumate. Befosok. Na, szóval ez földobta a napomat, hogy, és ez biztos, hogy át fogják venni a egyébként MT-nek nem fizető kisebb hírszájtok is. Ez jót tesz azért. Hát mondjuk ö, vertek minket eleget szaros szöges korbáccsal, tehát pont belefért a 20 faszom hülyeség cikk után egy ilyen is. Igen, igen. De azért ott van a védekezés, tehát hogy meglegyen a patron az ellenkező oldalnak is, hogy a szakemberek ugyanakkor rámutattak, hogy megfigyeléses vizsgálatról lévén szó nem tudják bizonyítani a közvetlen összefüggés ok és okozat között. De mennyivel más ez a megközelítés mondjuk, mint a CDC esetében, akik azt mondják, hogy hát mi azt veszük észre, hogy rengetegen elektromos cigarettáznak, és egyre kevesebben dohányoznak, de nem hinnénk, hogy itt bármiféle oksági kapcsolatról lehet beszélni. Ezzel szemben az angolok azt mondják, hogy nagyon, nagyon, látványosan egymást kioltó folyamatról van szó, illetve hogy egymással ellentétesen ható folyamatról van szó, ugyan közvetlen oksági bizonyítékot nem tudunk rá szolgáltatni, de hát azért ez eléggé látványos egybeesés. Igen. Lehet, hogy ez volt ma Demjén Tibor paksamétájába és pamocletek. Nem tudják bizonyítani, nem, nem tudják bizonyítani. Hát nem értik, hogy nem tudják bizonyítani. Én arra gondoltam, hogy két verziót két verzió tudtam elképzelni, hogy ilyen a 5 vágott lapok, amit hogyha, hogyha véletlen nekünk lenne igazunk, akkor ő ott az ablakon kihajolna, és így szorná, mint a röpiratot, tudod, mint amikor a háborúból <laughs> szórták le, hogy úgy is elvesztitek a háborút. A másik pedig, hogy, hogy ilyen Tudja, hogy mit tudom, hogy a Pifkó azt mondja, hogy már pedig 95%-kal egészségesebb, vagy kevésbé káros, akkor így, így meglapozza, a 12 per B papír, kihúzza, erre nincsen semmi bizonyíték. Krisztián azt mondja, de van. Ö, 18 per B? Mint az ilyen lapozgatós kaladkönyv. Igen, 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 igen. Márpedig az, az brit tudósok, az nem igaz. Magyar tudósok ilyet nem mondtak. És hogy, tehát ez, ez igen, lapozza a 182. oldalra. Még ezt tudnám elképzelni, Én ezen gondolkoztam, hogy valami ilyesmi lehet benne, mert más. Tehát, hát fasság ennyi szerintem nincs kinyomtatva, még ha egy oldalra nyomtatod, 20-as betű se. Tehát azért sok fasságunk van, de ennyi biztos nincs. Hát figyelj, ő fontos ember, úgyhogy simán lehet, hogy mindenféle izgalmas dolgok vannak nála. Most ugye szeptember végére ígérték, hogy az emmi végre megszüli, hogy kiket szeretne az egyéb intézményektől delegálni a, a os s dohányzási szaszorítós cop hétre delhibe. Úgyhogy figyelj lehet, már, hogy már oda, ilyenkes... oda, én úgy tudom, hogy ő is megy. Ő mindenképpen megy természetesen, mert hát ő, ahogy hívják. Na le, ettől félek, hogy tudod, mikor WHO lesz. A pupuja. Tudod, mikor lesz a cop hét? Igen, november 7-től 12-ig. Bizony. És 12-e? Hát mi is szomorúak vagyunk, mert hogyha Tibor végig kimarad a kis vhu barátaival, akkor hogy a fenébe fog tudni eljönni nekünk a filmbemutatónkra, ahol szeretnénk őt díszvendékként meghívni, ugye? Hát én ez nyilván az... Sok titkot nem árulok el, hogyha ezt elmondom, de nehogy még itt a végén lemaradjon. Figyelj már, figyelj már, Érona beszélünk, csinálunk neki egy, egy premier előtti vetítést. Itt Nem van. fog egyébként lemaradni a dologról, mert lehet, hogy ő már úgy olyan az, hogy látta a Billion Lives-ot, mert ugye, mint tudjuk, a Reason Foundation és még sokan mások a COP héttel egy időben egy háromnapos csökkentő konferenciát szerveznek oda Delhibe, úgy pont bele az arcába a WHO-nak, ahol egyébként bemutatásra kerül majd a Billion Lives is a tervek szerint, vagy legalábbis a legutóbbi tervek szerint. Úgyhogy lehet, hogy ott oda keveredik véletlenül valahogy. Ró, ró, és befordul egy rossz sarkod, és egy ártalom csökkentő konferenciát Hallod? Látod magad előtt, elindul a film, és mikor leesik neki a 15.-20. percnél, hogy ez miről szól, és így, így a zárt hajton, így dörömből, hogy ki akarok menni, Vilma, engedj ki! És kint römette, ezek tuti zombik még oda egy partvizsnyelet, hogy ne tudjon kijönni tehát keresztbe az ajtóba. Itt nem jössz ki, végig kell nézni. Nem bírom, nem akarom. Hallottad, szóval. és kijönne, és az a, az a zombi fejjel így, így csorog a nyála, és így, 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 teljesen meg van hipnotizálva a filmtől. Vissza a nyugatiltást. Mindent kihozunk a trafikból. Nem lesz eljárási díj indoktrináljuk, teljesen indoktrináljuk. Jaj! Hát a növényi ez... glicerin jó. <laughs> Főige Hildikó. Tibor, nem ezt beszéltük meg? Hildikó, hülye vagy. Ez kurva jó az a film. Ezt meg kell nézned! Nem szabad. Már ha megnézem, az is rákot okoz. Nézzük meg még egyszer, de most beszívva. <laughs> Ildikót, te hozod és... a füvet. Én hozom a bongot, tudod, lehet kapni a trafikban nagyon jókat. És most dallaszozunk, amikor azt mondják, hogy ártalomcsökkent, és iszunk egyet. Több szempontból is újra nézhető. Igen. Kipipáltuk akkor az újabb érdekes adatot az ártalom csökkentés kapcsán külföldről, az MT nyomán. Igen már csak egy izgalmas fejleményünk van külföldről, amit teljes egészében nem fogok tudni nektek kibontani, de tudok róla mesélni. Ugye megjelen nemrégiben a WHO csodálatos elektromos cigaretta jelentése kifejezetten a novemberi kis dohányzás visszaszorító konferenciára vonatkozóan, ahol megint átnézték, a, úgy, ahogy a nefi szokta, átnézik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat, hogy aztán hátat fordítsanak nekik, és érdekes változások fedezhetőek fel a WHO-nak is a nyelvezetében, úgyhogy például már-már már kimondanak olyanokat is benne, hogy hát akár a az ártalom csökkentés, nem is hogy is, hogy hatalmas közegészségügyi előnyt jelenthetne, ha minden dohányos inkább átváltana elektromos cigarettázásra. ideig gyönyörűen hangzik, de aztán WHO-ról van szó, úgyhogy kötelezően hozzáteszik, és azt is abba hagyná. Tehát nem, nem, hogyha ártalom csökkentesz, tömegesen ártalom csökkentesz, az még nem közegészségügyi előre, vagy népegészségügyi előrelépés, csak hogyha azt is befejezed. Tehát úgy, hogy így oda-oda szúrják az abstinenciára utaló fixációjukat, meg ilyenek, és ezekkel, ilyesmikkel van tele ez az egész kis dokumentum. Mondom, itt a per miatt nem tudtam annyira átnyálozni, viszont azt látom a levelező listákon, hogy például ugye én hétfőn körbeírtam még 12-én a tudósoknak, akik nem küldtek választ a, 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 lefordított anyagra eleddig, hogy szeretném emlékeztetni őket, hogy csütörtökön per van, és hogyha sikerül szerdáig átküldeni, akkor nagyon-nagyon hálás lenne, és a, a, legtöbb visszajelzés arról volt, arról szólt, hogy a hétvégén szerettek volna megoldani, de most beütötte a kaka a ventilátorba ezzel a WHO jelentéssel, úgyhogy nagyjából aki él és mozog, és ártalomcsökkentős ercig is koponya, az most körmöli a kritikáját a WHO jelentésének. Úgyhogy nagyon érdekes lesz majd a végén szerintem ezt elolvasni, hogy hogyan szedik ízekre a kis butaságaikat. Úgyhogy én ezzel az izgalmas fejleménnyel tudtam szolgálni külföldet illetően. Nagyon felkészületlen vagyok a mai a adásra. Szét vagyunk mindannyian. Ja, ja, ja. Hát, és másfél órája meg se szól a mekkora tróger. Ez elaludt. Ez kész. <laughs> Szakatol a vonaton. Utazik az állomás. Na akkor, eh. akkor lezáró blokkhoz érkezünk. Beszélhetünk egy kis sorozatról, mert van kérdésem hozzád. Van-e kérdésed neked, a <laughs> Figyelj már, mi van ezzel a lassippel? Hát, jótól kérdezed, mert én sorozatot sem néztem jóformán egy hete kivéve szabályterősítő kivételként tegnap, amíg egy kicsit szellőztettem az agyamat, megnéztem a last ship -et. Hogy, hogy mi van vele? Hát, hogy szerinted ennek lesz következő évada? Sz én reménykedem benne, hogy lesz. Mert ez Olyan. nekem most nagyon kerek a sztori. Minden, aki ártány volt, az meghalt. Hát Cliffhanger nem volt benne így most, az igaz. Hát, ha csak nem annyi, hogy hogy leballag a hajóról, de hát az cliffhangernek is gyenge. Igen. Tehát igen, remélem de ez de... komoly, mert visznek elég szar lenne. Hát ugye, ha mindenképp lenne következő évad, akkor valami nagyon durvulóssal hagyták volna, hogy tűkön üljél a következő néhány hónap alatt, amíg elkezdődik újra. Így meg benne hagytak annyi potenciált, hogy hát lehet, hogy még hozzá tudunk csapni valamit. De, de tényleg. Tehát nem tudom. Én remélem, hogy lesz folytatásom, mert van benne egy-két karakter, akit én nagyon megkedveltem így hát, a Vannak olyan karakterek, akiket... De és ki is pillan írták Pillanat alatt bazd meg kinyírnak karakter, olyan karaktereket, hogy tököm. Hát nem akartam elhinni. A, a The Walking Dead, vagy a Fear The Walking Dead-et nem nézed? Nézem, nézem, de azzal nagyon le vagyok maradva, azzal legalább két epizóddal le vagyok maradva, mert... Ó, te, én... én én eddig próbáltam menteni a menthetőt, de, de ez nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy nem tudják, hogy merre menjenek. Márhogy a készítők. Ja, 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 jó. Nem tudom, nem tudom. Mi van még? A hát elég tinglit anglis volt. Hát az utolsó kettő az, az, az valamelyest kicsit azért, azért, értelmesebb. Mondjuk ott van a bowlers, amit én folytatok. Lassan jön a blind spot. Milyen lassan? Pazd meg! Ma. Jövő héten egy tonna sorozat jön, beindul az őszi szezon. Ne, várjál, a blind spot az már ma. Már ma? Na, Szeptember szukó. 14. Season 2, epizód van. Szeptember 14, az tegnap volt, csalni. De akkor, akkor ez az már kín is van. Hogy... Faktis. Na. Ne, várjál, lehet, hogy ez helyi idő. De akkor is itt kéne, hogy legyem. Hát most már mindenképp. Hát a Homeland, az, az inkább nem is kommentálom a januárt. Ja, hát meg a narkosz. Azt is el kéne kezdenem, már arra sincs idő. Sok izgiség jön majd most az elkövetkezendő néhány hétben, és még egy incifincit fölélegezhetek néhány napra. Aj, aj. Hogy aztán újult erővel. Hú, bocsánat, Hú. csak ásítottam. De te nem aludtál már istentelen a mennyiségű órája. 15.54 hogy... az... Lassan tegnap, két órája. Tegnap ilyenkor fönn voltam már, az 24, 20. 20 30 órája. Na, szerintem eresszük el lassan a hallgatók kezét, és fülét Charlie, hogy kialudhass magad. Annyi legyen még, hogy akkor Egy videóba valahogy majd berakjuk, megpróbáljuk berakni, a, ha lehet embeddelni, a pörös videót, az kettő összesen, tehát az nem sok. Ö, nem tudom, kultúrában van-e. Oda nekem lesz, lesz, igen. Fakje, yeah, fakje. Yeah. Oda nekem lesz. B. Miklós elektromos cigaretta használó tegnapi nap abszolút bearanyozta a tegnap estémet, fölhívta rá a figyelmemet, hogy február 27-én visszalátogat Magyarországra Lindsay Sterling egy koncert erejéig a turnéjával, úgyhogy én őt nominálnám a kultúra rovatba, mint ilyet. All right. Jó, akkor. Hát ezt most nem kell mondanunk, hogy ez az adás pénteken fog megjelenni, mert az az Isten nincs, hogy én most ébren maradjak. Elindítom Amerika Kapitány legújabb részét. Mi, te, Krisztián? Mi az? Mi? mi az, hogy a állók, és akkor megjelenik benne pókember? Hát te. Ugyanaz az univerzum miért ne Hát meg? de... Ne csak fura volt így látnom Peter Parkert, meg jó kis milf volt a, a, izé, a, a nem anyósa. a Az óntja, a Igen, nagynénye. nagynénye. Hát mi? az a nagynéni, az lehetne a feleséged is mondjuk korba, tehát meg Peter is valamit. Ja, hát ezt mondták korábban, hogy amikor lezárták az előző Pókember szériát, hogy akkor egy kicsit leporolják, és újra futózzák az egészet, tehát sikerült nekik újra futózni a, a dolgot, egy egészen másfajta karaktert kreáltak Peter Parkerből, mint amit az eddigi Marvel filmekben. Hello, Kinga! Sikerült. Igen, igen, ő az. Hát gondoltam, hogy nem a macska, mert ő nem tudja ilyen szépen bezárni maga után az ajtót. <laughs> hát meg ott volt Ant-Man is. Igen, hát ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen fölütés volt arra, ugye most bemutatnak egy új leporolt karaktert, hogy akkor itt valamit kezdenek majd vele, és várhatjuk az újabb pókembereket. Vagy ha belegondolsz, akkor, akkor izé volt, pont hiányzott, nem tudtam végignézni tegnap, mert hosszú volt, de egy halk mínuszban, meg egy, meg egy, fú, ki volt? Meg egy tor mínuszban vagyunk, és akkor jött egy entmen, meg egy pókember. Hát mert tudjuk, hogy Tor Ausztráliában volt a barátja. <laughs> Igen, és elküldt ezt a kurva hollót, de hát még nem ért oda. Na jó van, húzzuk le már a redőnyt, és menjünk szúnyálni. Vagy ki, amit szeretned. Én szúnyálni szeretnék. Jó, Charlie, rendi Na, akkor találkozunk jövő héten már remélem fifikával, de szerintem megint ilyen elcseszett ö, heteim lesznek, hogy vagy meló után, vagy meló előtt kéne, de majd most már próbálom ráállítani magam, hogy hogyha legalább egy-két héttel előre tudjak szólni, hogy mi a túró van, és te létrehozod az eseményt, én meg beírom majd a naptáramba, hogy Dec egyre is vegyek ki És október 18-ra. Most szégyellem magam. Ja, az a másik. Azt már nem, azt már nem tudom neked megígérni. Jól van, jól van. Tehát láthattuk ma, hogy ez ne nem annyira fanfáros esemény egy ilyen első kör. Simán lehet, hogy hogy a másodikra érdemes jönni inkább. Meglátjuk. Én minden esetre nem rejtem véka alá, hogy lesz egy ilyen esemény is. Rendben, Krisztián. Akkor jövő héten jó volt a mai nap. Férfias volt. Az biztos. Na, hello, hello! Szevasz, Sárli! Köszi, sziasztok!